Jó reggelt kívánok, sziasztok! Van egy képen hangom? Egy ötös kérek szépen, nagyon jó. Nagyon jó. Játszunk már ma egy kicsit egy ilyen interaktív dolgot, ugye a tréning elején, mert egy csomó kérdésem van most felétek, és szeretném, hogyha tényleg őszintén válaszolna mindenki, úgyhogy úgy, főleg az elején legyetek már itt ilyen billentyűleg is, és ugye van itt két kollégám, illetve családtagim, már úgy mondom, Szűcsülit és Berma Laci, és buzdítok mindenkit, itt megint beteszek egy linket, hogy amikor úgy gondolod, hogy na most azért jó lenne már hozzászólni, tudod, amikor ugye a tudat alapból följön, hogy ezt meg kell osztani, hogy gyere be és szólj hozzá majd tréninghez, mert egy nagyon fontos mértfőkőhöz értünk, és ez a mértföldkő, ez nem más, mint hogy szerintem egyedülállóak vagyunk az országban, de egyébként szerintem én minden nagyképűség szerint világviszonylatban se sokan csinálják az, hogy minden reggel összeüljenek, és az aktuális univerzumi állapotra, lehet ezt így mondani, elinduljanak a saját üzletükbe egy közös vonalon. Nem tudom, ezt így hogy gondoljátok, ha egyetetek velem abban, hogy ez egy jó kezdeményezés, ezt így vinni kell a világba szét, hogy végre már olyan embereket fogjunk mi össze, akik saját sorsukért felelős emberek, akik elhiszik azt, hogy igenis meg lehet önmagunkat valósítani. Milyen jó szó ez, nem önmegvalósítás. És ezt, hogy hogyan is kell csinálni, erről szólnak ezek a reggeli tréningek, és egymás tapasztalatait is megosztjuk. Tehát nagyon fontos, hogy nem az, hogy itt ül egy emberke és ossza az észt, ez nagyon fontos, hanem arról szól a dolog, hogy én is megyek a saját utamon, ti is jöttök az utatokon, és valahol mindenkinek van folyamatosan napi szintű felismerése. Itt meg is állok gyorsan, tegnapi nap volt-e valakinek legalább egy felismerése? Tehát tudjátok, miről beszélek, hogy hallgattál egy hanganyagot, blogoltál, eladtál, nem adtál el, anyósod beszólt, stb. Hogy volt-e valakinek valami olyan felismerése? Tehát tudatosan érdemes egy ilyen kis cekkivel rohangálni, ugye mellén zsebbe, vagy ha jó a memóriád, akkor ide beteszed, de inkább valamilyen rögzítést csinál, tehát én egy ilyen füzettel rohangálok, és minden nap valami olyan üzenet jön az univerzumból, így valaki nagyon be fog jönni, oké. Ami, tehát olyan üzenet jön az univerzumból, ami csak neked szól, csak a te kis megérzésnek hívják ezt le kell, hogy írd. Meg fogsz döbbenni, hogy ha visszanézed majd 90 nap múlva mondjuk, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva, ha ezt még meg is videósítod, ezt a fölismerésedet, na akkor fogsz nagyon meglepődni. Úgyhogy ilyen dolgokról beszélgetünk mi reggel korán. Na most nem csak arról szól a dolog, hogy mi hogy ilyen okosságokat mondunk egymásnak, hanem gyakorlatba átültetve még pénzt is csinálunk belőle. Nem tudom, ez tetszik-e nektek. És hát ilyen dolgok lesznek. Ráépítettük az egészet egy hármas stratégiai, hát ezt adtam ezt a nevet neki, de lehet ez más is, ami arról szól, hogy van egy céged, amit te most jelen pillanatban üzemeltetsz, ez lehet saját magad terméke is egyébként, van egy olyan felület, amit mi használunk közösen, ez a második lépés, és a harmadik pedig a maga a bónusz, ami tulajdonképpen nem más, mint a Kairos technikája. Erről ma később szót fogok ejteni, mert itt is vannak különböző ilyen mindenféle dolgok, úgyhogy hát ezekről lesz szó, és hát most ilyen jó 30 percbe egy kis beszélgetést, most megfordítjuk egy picit, és utána egy nagyon komoly, ilyen számomra komoly felismerést osztok meg veletek, ez egy jó 30 percbe. Tehát lehet, egy picit rá is húzunk, majd látjuk, hogy mennyire telik az idő, de most egy ilyen gyors információ, de mégis jó tartalmas infót szeretnék nektek adni. Úgyhogy kész vagytok, akkor írtok egy teát, egy kávét, vagy bármit, főleg egészséges dolgokat, és 3 liter vizet ma, azt ne felejtsétek el, és akkor indulunk ma reggel. Akkor első kérdésem az, és most nagyon drasztikus leszek, szerintetek pilótajátéke az, hogy te benne vagy egy
network marketingbe. Most milyen kicsit a networkös tudszokat fog kérdezni. De tényleg azért, hogy igen vagy nem, írd oda, hogy én pilóta játékban vagyok, vagy én egy komoly cégben vagyok, őszintén. Te bárhol vagy. Hiszel-e a cégedbe? Egytől ötig mennyire hiszel a cégedbe? Mennyire hiszed azt, hogy te ezt meg tudod valósítani? Oké. Mennyire hiszel saját magadba? Egytől tízig. Mennyire hiszel saját magad? Nagyon jó. Nagyon fontos ezeket úgy helyre rakni, mert sajnos vannak ilyen tév dolgok. Na, most akkor a következő. Mennyire függ a te sikered attól, hogy tanítható vagy? Egytől tízig. Hogy te tanítható vagy-e? Oké, következő kérdés, igen vagy nemmel válaszoljatok-e, vagy válaszoljatok, függ-e a szponzorodtól a te sikered? Azt hittem odaírva, hogy is. Oké, függ-e az alsó vonalattól a te sikered? Hát persze, hogyha sok ember van az alsó vonalban, akkor, de én nem erre gondolok, hanem szerintetek, hogyha mondjuk... Én abba hagynám, mondjuk ne fizetném tovább a Kállatú irodámat. Szerintetek úgy David Wood, úgy hatalmas, tehát úgy leülne Dave, és mondja, fú, most mi lesz, hogyan tovább, tudod úgy. Szerintetek ez történne, igen vagy nem? Ugye nem? Hú, nagyon viszket az orrom, mi lett bosszúságért? Nem tudom, állunk elébe. Jaj, de rossz, nem tudom, volt-e már élőadásban ilyen élményetek? Na, szóval. Judit, ne röhögj, ott lenne, látom, hogy nagyon tetszik, hogy itt szenvedek. Mindjárt felhoznak. Szóval, jönnek itt a vakard meg. Oké, okay. Szia, Bessi. Jó, ezt azért mondom nektek, mert sorra kapok ilyen kérdéseket. Akkor most egy olyan kérdés következik, hogy szerinted érdemes-e tanulni? Tehát érdemes-e megtanulni egyáltalán, hogy mivel foglalkozol? Vagy úgy, hát baj lesz valahogy, tudod úgy. Érdemes-e? Mennyire érdemes? 1-től 15-ig? Vagy 1-től 100-ig írjatok? Nagyon fontos kérdések ezek, tehát így önmagadban. Okay. De most, hogyha így 100-assal válaszoltál, akkor jó helyen vagy. Mert most azért mondom ezeket a kérdéseket, mert egy picit úgy látom itt a névsorban, kicsit visszanézek, vannak ilyen régi motorosok közöttünk, és nagyon jó, szuper, csak így végignéztem. Következő a dolog. Rájöttem valamire, és beszélgettem többőtökkel, és mindenki azt mondta, hogy basszus, tényleg, ezt kell kommunikálni. Nagyon fontos a kommunikáció. Következő a dolog. Tegnap is érintettem ezt a témát, de ma is egy picit így bele fogok menni, hogy tudod, beülsz egy ilyen tréningre. Voltatok már, gondolom, egy ilyen céges rendezvényen, ahol jött egy nagy tudor ember, és akkor motivált téged, de piszkosul. Már olyan motivált volt a végén, hogy majd leszállt a fejed. És akkor a végén maradt egy hiányérzeted, hogy jó, tényleg. Én azzal a motivációval, hogy odaállt a hanymosod elé, és akkor így nézed nagy szemekkel, megbolondultál. Tehát volt már ilyen élményetek, egy igent vagy egy nemet írjatok már. Hogy tudod, úgy bementél egy ilyen tréningre, ott volt valaki, mondjuk régi motorosok, Tonkernél biztos hallgattátok, hogy bárki, ugye a cégnél mindig van valaki okos, aki úgy előre megy, és akkor nyomja. És hazamentél, és akkor így néznek, vagy a barátait, hogy te megbolondultál ilyen szektáson megint, mert tudod, mikor így kezdesz így kivirágozni, és akkor oké, nem csak én voltam, jó. Na most ez azért érdekes, mert nagyon-nagyon fontos az, hogyha te igazán el akarsz érni valamit, akkor egy be kell szűkíteni a látó mezőt. Azt mondja az egyik mentorom, hogy olyannak kell lenni, azt mondja, mondd el az embereinek, olyannak kell lenni, mint a ló. Látok már egy lovat, tudjátok, így megy a lovas kocsi, és akkor azért, hogy ne kóváljon el a ló, meg ne ijedjen meg az autótól, van neki egy ilyen ellenzője. Biztos nem tűnt föl, én gyerekkoromban kérdeztem mindig a nagypapám, hogy mi a francéva, az egy jó állat a lónak, de minek van az ott? Hát azért, hogy úgy fókuszáljon, mondaná Dave Wood, hogy így fókuszáljon egy helyre. Most valahogy nekünk is ilyet kell csinálni. Na most visszatérve a
ugye a tréningekre. Én nagyon sokszor beültem, volt olyan szerencsém, hogy Jim Rohnon nőhettem föl. Tehát kint Los Angelesben hallgattam Jim Rohnt, Barcelonába. Nem tudom, Jim Rohn neve ismerőse, tehát egy hihetetlen ember. Egy, sajnos ő eltávozott már, de mégis egy örök élete van itt így bennünk, mert ránk hagyta az összes tudományát, tulajdonképpen egy könyvtárat, és itt ragadom meg az alkalmat, tudjátok, minden reggel van valami ajándék, hogy szereti Jim Rohn szóljon, mert itt van nálam az a DVD, amit nem lehet sehol megkapni egyébként. Itt van nálam, nagyon szívesen átküldöm nektek, én 10 000 dolláros kvalifikációt csináltam érte, nektek odaadom, csak azért, mert eljöttek ide a reggelire, és önfejlesztést próbáltok gyakorolni velem együtt. Tehát nyugodtan szóljatok, majd így privátba üzenjetek, és akkor mai nap folyamán küldök nektek Jim Rohn. Szuper DVD anyag, meglátjátok, egy ilyen kis összecsomagolt 4 gigabájtos cucc, és ő is majd helyre rak. De ahogy hallgatom a Jim Rohnt, meg Tony Robbins, most többötöknek átküldtem tegnap, az ő szemszögükből a világ úgy néz ki, de a te szemszögedből ez egy picit más. És ha nézed a Titok című filmet, vagy nézel ilyen inspiratív filmeket, mindig ott lesz egy hiányérzet, hogy jó, 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 de hogyan? Tudod, oké, de én hogyan csináljam? Megállok. Van-e köztetek olyan, akiben volt már ilyen hiányérzet? Tudod, hogy bennültél tréningen, vagy hallgattál valamilyen anyagot, és akkor jó, 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 de akkor hogy lesz ebből nekem az őt hasú, tudod, az a dollárnak hívják, hogy forint. Tudod, amikor így hogy kell? Engem mindig ez foglalkoztatott. És ez ugyanúgy működik, mint a Theta Healing-nél, vagy a Psyche-nál, vagy agykontrollnál, hogy igazán meg lehet mondani, hogy hogy működik, de a végső pontot te teszed rá. Kizedd el. Tehát lehet egy térképet adni, lehet egy ilyen GPS-nek is nevel, mert mindenki kap egy GPS-t egyébként, csak nem használjátok sokan, mert nem használják sokan, és, de mégis neked kell bekapcsolni a GPS-t. Tehát hiába van ott melletted a GPS, egy ilyen kis táskába, vagy be van téve ide az autódhoz, de nem kapcsolod be a GPS-t, akkor megette az egészet a fene, mert lehet, hogy el fogsz kóvályogni, és Szegednek akarsz elmenni, mint szegény édesapám, hogy el akartunk menni a piacra, szóval Pestre kötöttünk ki a nagybani piacon. De közben Szegedre akartunk menni. Hát az egy más dolog, hogy ugye elfelejtettük, hogy azon a napon nem volt nagybani piac Pesten. És akkor így Szeged, vagy Pestre lementünk Szegedre. De ez azért volt, mert rossz volt az információ. Nem telefonáltunk oda, hogy napot kívánok. Ma van-e egyáltalán piac? Most ez azért mondom nektek, mert hogyha van ez a hiányérzetetek, akkor én most ezt fogom tudni neked orvosolni, mit szólsz hozzá. Ez egy jó ötlet, hogy tényleg megmondanád a tutit. Majdnem, képzeld el, már majdnem ott van. És hogyan lehet? Tehát úgy lehet, hogy van egy igazi térkép. Ez a térkép, vagy inkább így visszamegyek, hogy van egy céged, amit szeretnék kivinni mondjuk az internetre. Ez a cég, ez a te életedre adott valamilyen probléma megoldást. Itt megállok egy picit, van-e olyan terméked, vagy szolgáltatása, bármilyen a te cégednek, ami neked adott megoldást már? Tehát azért kezdted el, mert a termék, vagy a szolgáltatás neked az életedre valamilyen megoldást adott. Így írjatok már be egy igent, nemet. Na most, ha volt egy ilyen, akkor biztos láttál, hogy ugyanaz a termék egyik embernél használt, a másiknak meg nem. Van-e köztetek olyan, aki esetleg fogyókúraiparban dolgozott már, vagy látott már fogyókúrás terméket egyáltalán? Ha van ilyen, akkor biztos láthattad, hogy ugyanaz a termék, tehát tényleg minden összetételen, hogyha előveszik mondjuk a, legyen egy kis reklámunk, ez az összetétel, amit a dobozon van, egy herbalásség, ez mindenkinek ugyanaz az összetétel. Miért van az, hogy egyik ember ez így pikpak lefogy, a másik ember meg sehogyan nem fogy le tőle. Szerintetek ki a hibás? Ez a doboz. De tényleg, így a doboz a hibás, vagy maga az ember, aki használja? Szerintetek?
De tényleg így írjatok már. Ugye az ember a hibás, nem? Tehát ugye, ha így egyetértetek velem, hogy az emberek a hibásak, akkor lehet, hogy a térkép az jó, csak az, aki használja, esetleg az nem jó. Tehát úgy értitek, mit akarok mondani? Tehát a térkép az mindig jó, képzeljétek el. Csak valahogy az ember elkezd variálni, hogy hát ez lehet, hogy mégsem. A hülye GPS-t. Csiszítottok már GPS-t? Tudod, hogy a kurva életben, hát miért a főúton vagyok? Egyszer egy barátom így bekalibrálta magát, hogy lemegy a tengerpartra, és ugye egyszer csak ott találta magát egy mező közepén, a GPS így be volt állítva, és így ment végig a kukoricásba, már benne, már jöttek a kukoricák így szembe. És mondja az asszony neki, hogy apa, jó felem megyünk. Azt mondja, figyelj, megbízok a GPS-be, tök jó. Azt mondja, biztos, hogy ez a hülye GPS, úgy már ugye a kukoricafőt közepén, azt mondta, hogy ez valami nem stimmel. A hülye GPS. És már olyan idegesek voltak, mert elakadtak a kukoricaföldön, tehát totál az anyuka, meg az anyós, mindenki benne volt gyerekek, így tolták ki a kukoricaföldről az autót. Az ember odament, és úgy földhöz vágta a GPS-t, mint a rendje módja szerint. És hát nagy nehezen úgy hoztak egy traktort, kihúzták őket minden, és mondták, hogy soha többet így GPS-re nem hallgatnak. Aztán lementek a tengerpartra, aztán kifeküdtek nagy bőszen a tengerparton, kezdtek úgy viszkizgetni meg egy-két ilyen érdekes dolgot, amit szoktak így a magyarok, azt mondjuk a kent ott a májkrémes kenyeret, aztán hát úgy lenyugodott a társaság, főleg az apuka, és úgy megtalálta a GPS-t, ami tiszta homok, meg ilyen szutyok volt. Aztán azt mondja, hát végül is megvettem ezt a jó 40 ezer forintos GPS-t, azt mondja, hát csak lehet, hogy megsajnálta ugye a GPS-t. Fogta magát, így kitakarította, bekapcsolt, és úgy elkezdte úgy tanulmányozgatni. És akkor volt egy olyan menü benne, ahol be lehetett állítani, hogy ugye gyorsaságot, földút benne legyen, vagy esetleg csak autópálya, tehát tudjátok, láttatok már GPS-t. És bele volt téve egy olyan, hogy a földút, és így ki volt pipálva. Nézd, és mondja, lehet, hogy én nem jól állítottam be a GPS-t. És így egy mozdulattal kivette a pipát a földútról. El tudott volna menni a kukoricaföldön is szegény autó a tengerpartra, csak lehet, hogy az autópályán gyorsabban elment volna. És akkor jött rá a barátom, hogy basszus, a GPS az jó, a térkép az jó, csak a marha állat, és így mutogat rám, saját magára, én nem jól használtam. Na most miért mondom ezt el nektek? Azért, mert ugye ott van nekünk egy olyan térkép, amit ha jól használunk, akkor így megy. Ha meg rosszul használunk, akkor az Istennek nem fog ez jól működni. Mire gondolok pontosan? Van nekünk egy, ismerjétek közöttek azt a szót, hogy kalatú. Tudjátok, hogy kalatú. Egyébként ez egy indián szó, azt jelenti a kalatú, hogy adj hangot magadnak. Kalatú. Ugye, hát persze, hogy ismertek, ezt használjuk. Na most, szerintetek a kalatú az egy jó rendszer. De tényleg, mondjátok, hogy ez szar. Vagy mondjátok azt, hogy néha szerelik. De mondhatjátok azt, hogy ez kurva jó dolog. Ez egy szenzációs dolog. Tudod. Jó a rendszer, azt mondja, hogy oda jön. Ennyi. Na most, hogyha egyetértetek el velem, hogy a kalatút az föl lehet használni térképnek tulajdonképpen. Mindjárt elmondom, hogy a térkép az micsoda ebben a szempontból. A térkép az nem más, mint a kalatúhoz adott tudásanyag. Tehát maga a kalatú, az csak maga a GPS, ami még csak úgy szüzen, nincsen telepítve. Tehát így önmagában nem sokat ér, hogyha ezt úgy megnézed a GPS-t, azt be kell állítani, jó. Ugye? Tehát ebben egyetértünk, hogy ha ez így működik ez a dolog, akkor volt-e már köztetek olyan, aki ismer olyat, aki elkezdte használni a kalatút, és semmilyen sikert nem ért el vele, írtuk ide, hogy elkezdte használni, és semmi. Abszolút semmi. Vagy volt-e olyan, akit ismertek, aki meg használja ugyanazt a kalatút,
ugyanaz, minden ugyanaz benne, ő meg sikeres. Hogy van ez? Mondok egy konkrét példát. Tegnap kaptam egy olyan levelet, hogy Vili, azt mondja, valami borzasztó dolog történt, nem is tudom, mi lehet, de ilyen angol szöveg, és akkor oda van írva, hogy don't panic. Nem tudom, kaptatok már egy don't panic. Magyarul lejárt a Kalatú irodád, jó lenne, hogyha beaktiválnád újra, mert ugye minden hónapban vonják le, és azt egyébként nem tudta az úriember, hogy mi. Két van köztünk, lehet, hogy ismerős lesz a dolog. Mit csináltunk gyorsan? Fogtuk magunkat, és megmutatom, hogy kell beaktiválni az irodát. Na most tudni kell, hogy a Kalatúnál van egy olyan rész, mint minden egyes internetes vásárlásnál, hogy önműködően, hogy ha te úgy állítod be a kártyát, már pedig szerintem egyszerű, akkor önműködően vonja le a havi díjadat. És itt megállok egy picit, szerinted ez egy ördöngös, nagyon személy dolog ez, hogy magától vonja le a cég a havi díjadat. Tehát ez egy ilyen jó személy dolog, mi? Hogy úgy magától, hogy képzeli a cég? Egyébként a szerződésben benne van, hogy tehát tök kényelmes, ugye, írja a Judit. Volt-e már olyan, hogy nem volt beállítva a kártyád, aztán francba. Tehát itt ír bele Szabi, hogy nincs vele gond. Igen. Ez azért van kényelmi szempontból. Szerintetek biztonságos-e a Kalatú rendszere, tehát hogy lopják-e a pénzedet, vagy tehát, ti tapasztaltatok-e már olyat, hogy úgy, hát, hogy úgy gondolta a Kalatú, hogy most levesz 700 dollárt, vagy többet, vagy bármit. Egyébként nem tud. De tényleg őszintén, mert kaptam egy ilyen támadást, hogy hát ez azért jó személy dolog. Hogy ő, tehát ez az azért nem gondoltam volna, hogy magától levonja. Tehát egyezünk meg abban, hogy nagyon-nagyon biztonságos. Nagyon komoly security vigyáz ránk ez miatt, tehát ő folyamatosan figyelik a céget, tehát biztonságban vagy. Bármikor kivetel a kártyát, stb. Mindjárt mondom egyébként a személyiségfejlesztés, és muszáj ezeket így elmondanom. Tehát itt ott van a dolog, hogy ugyanazt a rendszert használjuk. Ez egy probléma megoldás volt, megoldottuk, kész, mentünk tovább. Aztán kapok egy olyan levelet, hogy hát már benne vagyok egy hónapja a rendszerben. És hol lehet megnézni a pénzt, hogy már mennyi szaporodott a Kalatúnál? Hát nem termelt még pénzt az irodának. Hogy a francban van ez? Nem tudom, ti kaptatok már ilyet, hogy hát kész a weboldal, és még hogy nem termeli nekem a pénzt. És akkor kapok egy másik levelet, ahol azt mondja az egyik hölgy, hogy áldjon meg az Isten, hogy találkoztunk veled, vagy veletek, mert egyszerre megváltozott az életem, és azóta sínre került a dolog, és egyszerre most értettem meg, hogy ez micsoda. Ugyanaz a GPS, hangsúlyozom, szerintetek mi lehet itt a macera? Hát szerintem az lehet, hogy maga az önfejlesztési dolog, ami miatt egyébként csináljuk ezt az egészet, az nincs valahol a Szezon a fazonnal nem stimmel. Ezt azért mondom le, hogy megsértődjön bárki is, hogy ez az egész hiányérzet, ami nekem a különböző ilyen tréningeken feljön így, azt okozza, hogy maga hogyan nincs megmutatva. Na most a hogyant, itt a Kalatúnál, illetve ugye mondjuk ki az Empower Networknek a rendszere, ez a Kalatú, megtudjuk azt a tudást, ami alapján kibonthatom saját magamat. Kibonthatom, hogy én a Herbalife-ot hogyan tudom üzemeltetni, úgyhogy saját történeteimet, ugye, de ezt csak akkor tudom meg, hogy én ismerem magam. Te kibonthatod a Zsánesznél, hogy te miért használod a termékeket, vagy a Kairosznál a Berban el tudja mondani, hogy de az egész hátterében nem a termékeket mutatjuk meg mi, hanem elkezdjük önmagunkat megismerni. Na most egy picit megállok. Van-e létjogosultsága annak, és van-e értelme annak, van-e logikája annak, hogy úgy tálald a te üzletedet, hogy megismerjed saját magadat? Tehát van-e annak létjogosultsága? Egyáltalán én megkockáztatom azt, hogy nagyon-nagyon veszélyes úgy egy blogot írni,
vagy bármit is, hogy te nem ismered magadat, és csak úgy szórod ki fel a dolgot. Ugyanazt a rendszert használja mindenki, de mégis a siker itt fog eldőlni. Na most azért izgalmas számomra ez az egész, mert ha az egész központjába, és ezt a gondolatot írjátok föl, nem más áll, csak az, hogy a saját magadat megismerjed, és az összes többi, ami a blogodon is van, az az eszköz. Az az eszköz. Most picit itt megállok, fölhívok téged, Judit, és egy kérdést, egy pár kérdést szeretnék föltenni, mint régi motoros. Szóval fogadjátok nagy szeretettel a mi Szűs Juditunkat. Juditról annyit kell tudni, hogy a Tiens képviseletében, illetve a Kairos valahogy megtetszett neki, tehát a hármas stratégiát alkalmaz ő is. Viszont a középpontban én tudom, hogy Juditnak a személyisége van. És tudom, hogy azért sikeres a Judit, mert ő a videóival, és ajánlom mindenkinek, hogy kapcsolódjon rá a Juditnak a weboldalára, a videóit nézze, mert nagyon segíteni fog az önfejlesztésben neked a Judit videói. De igaz-e, Judit, az, hogy érdemes ezt az egészet így ilyen szempontból nézni, hogy a saját magad kifejtéséről szól az egész munkát. És utána majd egy pár kérdést még teszek föl, ma elég sokat fogok neked kérdezni. Tiéd a szó, Judit. Várjál, valamiért nem hallok. Várjál. Most jó. Hallottok? Igen. Jó. Na akkor még egyszer sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, az én videóimat elsősorban első indítatásból csinálom, és a blogbejegyzéseket is igazából úgy írom, hogy mindig egy kicsikét kritikusan nézem meg utólag, mert mindig úgy jön le nekem a saját magam számára, mint hogyha így osztani szeretném az észt, és okoskodni akarnék. Pedig nem ez a dolognak a motivációja, hanem az, hogy én a saját gondolataimat próbálom meg átadni, tehát amiket én éppen abban a pillanatban gondolok, azokat próbálom meg továbbadni a többi embernek, a munkatársak és az érdeklődőknek, és mégis néha az az érzésem, hogy mintha tanítani próbálnék, de semmilyen szándékom nincsen. Megpróbálom én rövidre zárni a dolgokat, elkezdtem az elején, aztán valahogy be is fejezem, és az tény, ahogy te mondtad, Mili, hogy mindig rólam szólnak. Tehát én mindig a saját történeteimet, vagy a saját gondolataimat próbálom meg ezekben a videóban beosztani. Következő kérdésem, Judit, hogy ugye te se USB-vel születtél a világra, hanem ugye elkezdtük annak idején, ugye semmilyen angol tudásunkkal, valahogyan egy pár oktató videó alapján, amit ugye akkor még a sikerkifőzdében, ugye Csonka Katáig fordították rá az anyagokat, innen köszönöm egyébként azokat az anyagokat, mert anélkül nem tudtunk volna elindulni. De a kérdés a következő, hogy meg kellett-e tanulni, tanulva átfordítani, tehát megnézni egy videót, az alapján megcsinálni az anyagokat. Tehát ezt meg kellett tanulni, és volt-e értelme egyáltalán, hogy megtanultuk, vagy tanultad? Igen, mi nagyon sokat küzdöttünk ezzel annak idején. Hát mindenki, aki az elején benne volt, ugye akkor még nem alakultak ki a dolgok, még nem mentek ilyen gördülékenyen, de valóban csak úgy tudtunk dolgozni. Hát, hogy nem születtem USB, az nagyon enyhe kifejezés, mert én egyáltalán semmilyen internetes vagy informatikai alapismerettel nem rendelkeztem. Én maximum azon a szinten tudtam használni az internetet, hogy megírtam egy e-mailt, vagy elbukáztam a Facebookon, és mindent, amit tudok a falatúról és az internet használatáról, és bármiről, ami az informatikával kapcsolatos, mindent ebben a rendszerben tanultam meg. És igen, az alapoktól kellett kezdeni, lépésről lépésre, és valóban úgy csináltuk, hogy két felületet nyitottunk meg, és az egyiken ment az oktató videó, a másikon volt a saját munkafelület, és mindig, amikor egy lépéssel elkészültünk, akkor megállítottuk, megcsináltunk a sajátunkon, aztán visszamentünk, és igen, sokat dolgoztunk vele, de szerintem kell ez a kezdeti munka, meg ez a kezdeti energiarápozítás ahhoz, hogy az ember egy idő után azt mondhassa magamról, hogy most már kapizsgálom a dolgot, és most már azért tudom használni a rendszert.
Most azért kérdezem ezt, mert ugye visszakanyarodunk mindig a hogyanhoz. Tudjátok, ülök benne a gymról, nevetes, és oké, de hogyan. Na most ebben a rendszerben ugye Dave megmutatja a hogyant, és ő úgy oktatja az embereket, hogyha már hallottál David Woodot, hogy veled találtatja ki, szó szerint így, hát így szájbarágosan oda teszi neked a fölismeréseket. Én még így oktatni embert nem hallottam. Tehát ahhoz, hogy ilyen fiatal a fickó, eszméletlen zseni az emberke, és egyszerűen ilyen sorozatos áttörések vannak, ahogy a videót hallgatja az ember. Judit, volt-e már olyan nálad, hogy mondjuk megnéztél annak idején egy David Wood videót, mondjuk a Bootcamp 3-at, és mondjuk most, ha ugyanazt megnézed, teljesen más szemmel nézed, de és teljesen más jön le. Erre egy picit mesélj már, és utána gyorsan adom a... Igen, nekem nem is a Bootcamp 3 volt a hatalmas nagy felismerés, hanem a David Sharpnak a videója, az a klasszikus nagy videó, az a sales videónak hívjuk. Az volt igazából egy olyan felismerésem kezdetben, amiből rájöttem, hogy úristen, hát milyen sokat panaszkodnak az emberek, és milyen szintről honnan fel lehet állni és hatalmas sikert elérni. És na, ma akkor jött az a felismerés, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor én miért nem tudnám csinálni. És szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy ez indított el. Aztán például, hogy konkrét dolgokról beszéljek, ne csak általánosságban, például nekem nagyon nagy kedvencem a Lawrence Stemnek a blogos előadása, mert azt már nem tudom elmondani, hogy hányszor hallgattam meg, de minden alkalommal, akárhányszor hallgatom, mindig van egy-egy mondat, ami eszembe jut, hogy hú, ezt még eddig nem csináltam, most akkor megpróbálom. És a harmadik nagy kedvencem, amit rendszeresen hallgatok nagyon sokszor, a tízszerező faktor. Hát az mindent visz nekem. Mert abban olyan motivációt kapok állandóan, hogy majdnem kívülről tudom, komolyan mondom, de mindig újra és újra meghallgatom, mert az írtóra fel tudja dobni az ember. És igen, akárhányszor meghallgatok egy előadást, vagy egy ilyen tréninget, mindig fedezek fel benne újra. Most azért kérdezem, vagy azért mondom ezt nektek, hangsúlyozom, mindig visszatérek önfejlesztésről szóló dolog. És itt van egy olyan érdekesség, amit én észrevettem, hogy értsétek, ugye, ha te valamilyen céget képviselsz, akkor mi megígérjük neked, hogy megcsináljuk a weboldaladat. Erről is egy pár szót mindjárt mondok, mert régen ez úgy volt. Szó szerint tiltották. Tehát azt mondta annak idején, Kata, emlékeztek rá még, Judit, hogy nehogy segíts, még véletlenül se segíts, mert ott van minden a videóban. Hát én mondom, hülye ez a Kata, hát hogy tudja segítenék már? Hát másképp nem fogja megtanulni. Mindenkivel asztal megosztást tudjátok úgy klasszikusan. És akkor volt egy olyan esetem, ami, és most utólag van ez a fölismerés, hogy mekkora igaza volt a Katának. Tehát segíts, de ne úgy, ahogy én elgondoltam. És több felismerés van, és megosztom most veletek. Az első felismerésem az volt, amikor az legelső direktemnek, a nagy habitusból, mindent megcsináltam. Tehát megcsináltam az értékesítési csatornát. Megcsináltam a hírleveleket, a hírlevelekbe, a behelyet, mindent. Szó szerint megcsináltam mindent. És ugye mondták, hogy életet kell lehelni a weboldalba. Oké, én életet leheltem az ő weboldalára. Blogoltam helyette, nem mondok nevet. Mindent megcsináltam. Aztán ugye jöttek a belépések, minden frankon működött, csak amikor a bankkártya behelyezést, meg a bank, mikor már effektíve pénzkivételről volt a szó, akkor oda jött az ember, és így tartotta a markát. És akkor mondom, oké, csak tehát majdnem úgy az volt, hogy úgy vegyem már én ki a bankkártyáról, vagy a bankautomatáról a pénzt, majdnem, hogy meg kellett tanítanom megszámolni a pénzt, azt már utána ő elkölti. És egyszer csak így leültem, mondom, úristen, ezt magyarázza Kata is, a David Wood is, és ugyanezt mondta annak én, Tom Kemmel, nem tudom, hallottatok erről a
kis hernyóról, aki ugye lepkévé fog változni valamikor, csak ilyen be van gubózva még, és akkor, hogyha nézed, hogy mit csinál, ilyen gyorsított kamerával valaki, akkor látod, hogy mekkora szenvedés árán fog tudni ő elszállni. És hogyha te odamész egy pengével, megsajnálod, hogy jaj, szegény hernyócska, hát ne szenvedjen már, mondjuk kibontom. Na próbáld ki, és akkor kibontod, és akkor kiesik belőle egy fehér gusztustalan valami. De ha végignézed, hogy ő hogy csinálja meg a dolgokat, akkor egy gyönyörű pillangó el fog tudni szállni. Na most én ezt sokáig nem értettem, nem mondom, hogy az emlíja ilyeneket, azért én úgyis oda mennék, és akkor kibontanám. Nem tudtam. És most megint visszaköszönnek ezek. Ugye sokan ismeritek ezt a történetet, amikor beléptettem ilyen 30-valány embert, akkor még a Fireflies-nak nevezték ezt az utazási cég. És ott sokan voltak olyan emberek, akik ugye nagyon habitussak, még a Blockbuster volt, nem Kálatónak hívták, ugye Blockfenevadnak hívták, és akkor nagyon gyorsan beléptek ezek az emberek, és ugyanabban a habitussal ki is léptek, mert megijedtek, hogy jaj, hát itt dolgozni kell, itt meg kell csinálni bannereket, meg stb. És akkor megint így rosszul értelmeztem ezt a hernyócskát, hogy akkor mégiscsak nem is tudom, hogy van. Így elkezdtem gondolkozni. Azt mondtam, hogy jó, akkor csak meg kell csinálni az embereknek a weboldalát, és ezt el is készítettem, de akkor már rájöttem, hogy ezt így odaadjuk, frankon minden, de az élet lehelését. Tehát nem fogom a pengét most már elővenni, meg kell tanítani, hogy beleleheld az életedet, azt a lelket. És tegnap kapok egy ilyen írást, az egyik hölgy írja nekem, hogy hát ezt azért nem gondoltam volna. Hát azért nem gondolod komolyan, hogy ezt nem mondtad, hogy oké, megcsináltátok a weboldalt, ez ilyen összedobott valami, persze, hogy saját maga utána elkezdte így átváltoztatni, és persze összekutyult benne mindent, és az még a tetejében az, hogy hát azt nem mondtad, hogy még életet is kell lehelni bele. És most tényleg az őszinte véleményt szeretném hallani tőled, Judit, hogy te most erre mit reagálnál? De ez komolyan. Tehát úgy várj, adom a szót. Jártam itt pontosan én is, hogy volt egy érdeklődő, aki nagyon komoly érdeklődőnek tűnt, felhívott engem telefonon, és akkor jaj, de jó, szuper, tényleg, és akkor a blog felület meg a mit tudom én, mondom, és innen kezdve neked már semmi más dolgod nincs, csak megtölteni értékes tartalommal, abban a témakörben, amivel te foglalkozol. Ja, tartalommal nekünk kell megtölteni. Gondoltam, nem, majd még azt is én majd belépek a cégedbe, és akkor majd ott ismerem a dolgokat, és mondva tartalmas is én teszem rá. Szédületes félreértések vannak, szédületesek. És hát olyan döbbenetes dolgokba lehet beleütközni, hogy például valaki hetek óta, most tényleg nem neveket akarok mondani, köztünk vannak ezek az emberek, és... beszélek az Empower Network-ről, és megkérdezi, hogy ez mi. És akkor mondom, hát az, amivel dolgozol. És azt mondja, hát az a Kalatut. És akkor mondom, szerinted a Kalatut melyik cég üzemelteti? Ja, hát azt nem tudom. És Vili, nem egyszer ütköztem bele, hanem többször. Úgyhogy az egy állati kritikus pontja ennek a dolognak, hogy mennyit segítsél az új belépőknek, hogy mennyit adjál át neki készen és ingyen a kezébe, és mennyi az, amit neki kell megoldani. Mert David Wood elmondja, mert ilyen rettenetes hiányosságok vannak. És David Wood elmondja, hogy hiába tekergetette akármilyen nagy lelkesedéssel jobbra-balra a hajónak a kormányát, meg hiába tudsz tájékozódni, hiába van térképet, hogyha a motor nincsen beindítva, akkor az a hajó nem fog sehova sem menni. És ez David Wood mondta. És hogyha az ember nem indítja el a saját orrját, akkor te, ha megszakadsz, akkor se fogsz tudni is segíteni. Hiába teszed bele az energiádat, meg a szívedet, lelkedet. Ez az én felismerésem, amióta van egy-két munkatársam, akit vezetnem kell. Tehát azóta ismertem fel ezeket a dolgokat. És bizony nagyon-nagyon fontos, hogy ő beletegye saját magát. Mert anélkül, hogy beletenné, sehova nem fog menni. Addig, amíg nincs benne a lelkesedés, és amíg nem tudja az alapokat,
és amíg nem tudja, hogy egyáltalán milyen tartalommal fogja megtölteni ezt a felületet, addig semmi esély. Na most azért kérdezem tényleg őszintén tőletek ezeket, mert ti is bele fogtok az ilyenbe futni. Na most a filozófia ott van, ugye a hármas stratégiában, hogy ugye elkezdjük fölépíteni a te házikódat a Kalato rendszerében. Tehát ezek mit jelentenek, hogy a menüket megcsináljuk, a bannereket, a különböző olyan alapinformációkat, amivel, és figyeljetek ide, amivel rögtön tudsz pénzt keresni. Tehát most konkrét példát mondok. Tegnap ugye nagyon alacsony, nagyon aranyos ausztrál hölgy, vagy ilyen ausztrál-magyar hölgy, itt van Magyarországon, ugye egy családja kint él Ausztráliában, ő Magyarországon, egy röpköd. És fölhív engem valamelyik nap, hogy figyú, mert ebben tegezett, tehát honnan, hát ugye a videóimat nézi, azt mondja, figyú Vili, azt mondja, nekem nagyon tetszik, amit te csinálsz, és én szeretnék becsatlakozni a Kairosba. És hát mondom, oké, melyik csomaggal szeretnél? Mondta, hogy ő a Silvert szeretné, ugye. Oké, megcsináljuk. Meg is történt tegnap a regisztráció, és de mondom, én úgy tudom, hogy neked van egy Kalato irodát, ugye? Azt mondja, természet, persze, én üzemeltetek egy Kalato irodát. Mondom, figyelj, mit szólnál hozzá, hogyha akkor gyorsan összerakok neked egy weboldalt, és abból az aspektusból, hogy mondta, hogy már vannak érdeklődői a Kairosba, és akkor most mit csináljon, akkor is küldje el a linkjét. Mondom, legyünk már stílusosak, ha már ebbe a hármas stratégiába dolgozunk. Gyorsan összepakolok neked egy oldalt, ez már este 10 óra fele volt. Összepakolok neked egy oldalt, és azt küld már el. Mit szólsz hozzá? Na most ugye ugyanazt az oldalt, hangsúlyozom, ugyanazt az oldalt, mint bármelyik őtöknek, aki a Kairosból jön, és ugyanazt az oldalt, a mi ez, akkor, mert kívülről tudok mindent, tehát a webinár, a számlálót hogy kell beindítani, tehát tényleg egy alapcsomagot összeállítottam neki, úgy mindenkinek, és szépen mindent leellenőriztem, elküldtem. Szerintetek örült-e neki? Tehát úgy tudod, amikor nem egy száraz linket elküld valaki, hogy na, itt kell beregisztrálnám. Oké, itt meg itt vannak a regisztrációs lehetőségek, de azért érdemes a Kasznyi Zotokának meghallgatni az előadását, hogyha még megerősítést kérsz. Különböző, tudjátok az infók. Na most, ez azért érdekes, mert szemernyi, hogy mondjam, én láttam a hölgyön, hogy ő nem akar belenyúlni ebbe. Tehát ő nem akarta átrendezni. Megkérdeztem, hogy ez a design ez jó lesz, de ez később is egyébként. Azt mondja, jó, persze, de ő, tudjátok, mit akar? Azonnali pénzkeresést. És amikor én ezt így hangsúlyozom nektek, hogy gyertek, mindent megcsinálom nektek, csak neked a blogolást kell megtanulni, azt, hogy hogyan írj egy e-mailt a Kalatóba. Most megállok egy picit. Judit, szerinted, és írtok be ti is, hogy szerinted, Judit, a magát a Kalato blog bejegyzésnek, tehát hogyha mondjuk nulláról kezdenénk, mondjuk nem ismersz semmit, Judit. Te akarod a tiens építeni, mondjuk, és beszélgetünk a tiensről, átküldesz nekem minden anyagot, én összepakolok neked egy oldalt, és azt mondom neked, hogy figyelj, Judit, itt egy alapoldal, írjál már egy blogot, és megtanítalak egy blogot írni, hogy hogyan tegyél be képet, videót, stb. Ezt te egy nap alatt meg tudnál-e tanulni. Tehát lenne akkor a taníthatóság benned, hogy ezt egy nap alatt megtanulni. Tehát én tényleg őszintén. Hát igen, én is így kezdtem, és egy ilyet, hogyha nem egy nap alatt, hát ha egyszer megmutatják, utána már meg tudja csinálni az ember. Hát semmeddig nem tart az, hogy megírni egy szöveget, és akkor megismerni fönt a szerkesztősort, és meg tudjam megformázni. Ez egy megmutatás után ez már megy, és utána csak azt a gombot kell megnyomni, hogy hogy kell elmenteni. Ez szerintem a 90-es ikúval is meg lehet. Oké, ezt azért kérdezem tőletek, mert lehet, hogy nekem úgy egyszerű úr. Én egy hét alatt csináltam meg a saját oldalamat az angol videók alapján, meg a sikerkifő. Egy hétbe került akkor. Most 12 perc egy weboldalt összerűen, tegnap éppen mértem. Na most
nem nehéz, mert ugye Ctrl-V, Ctrl-C, és aztán utána elkezded te saját magad életre kelteni az oldalt. Megállok egy picit. Tehát hangsúlyozom, önfejlesztés, tehát ön megismerésről van szó, bármilyen furcsa, mert itt elválik az, hogy neked az egód hol van. Tudod, hogy miért? Elkezded kritizálni a dolgokat. Á, ez nem így van. Elkezded megváltoztatni önhatalmúan, tehát van róla oktató videó, hogy hogyan színezd át esetleg. Én odaadok neked olyan sablont, amit én nagyon-nagyon jól ismerek, és az alapján te változtathatod a külalakot, a színezést, de magát a sablont egyelőre ne, fölösleges, mert a Kálátúnak van egy ilyen szörnyű, hogy mondjam, tulajdonság, hogy állandóan fejlesztenek. Én nem tudom, állandóan beraknak valami olyan sablont, amit, hát most ott is van benne egy, amit én még nem tanulmányoztam már, tehát én se ismerem, és hát ugye ahhoz, hogy meg tudjam neked mutatni, azért bele kell rágni magamat, és akkor ott semmi más nem történik, csak másképp jelennek meg a dolgok, tehát azt külön-külön be kell állítani. De én könyörgök neked, azt akarom, hogy gyorsan pénzt keres, és a tanulási folyamat alapján, ahogy megcsinálod a weboldaladat, tehát a weboldalnak a blog beírását, és már posztolod kifele, tehát a blogírást és a posztolást tanítjuk meg leghamarabb, ha végigmész az értékesítési csatornán, ezt meg fogod látni, hogy van, menj végig 15-ször, így egy nap. Így megnézed, és akkor amit nem értesz, azt fölírod. Akkor megint végigmész, oké, de közben a tanultakat alkalmazod. És itt meg fogod látni azt, hogy megismered te baromira magadat. Tudod, mi fog történni? Először lehet, hogy nem fog menni. Akár a képbehelyezés. Mert mit tudom én, valamilyen lehassóbb az interneted. Vagy a kamerába először nem csinálsz olyan videót, vagy egy csomó dolgot kell olyankor ugye, gyártani, és mérges fogsz lenni. Na most itt picit csak hangsúlyozom, állj meg, egy picit itt megállsz, és ha nem megy valami, akkor gondolkozz el azon, hogy miért nem. Tehát most a rendszer, hát az rendszer az jó. A hülye szponzor lehet, hogy rossz videót csinált. Akkor megnézed még egyszer is, de ki fog derülni az, hogy mégiscsak jó az a videó, csak elkerülte a figyelmemet elő a lépés. De még hogyha így van, akkor is fogod magad, leírod nyugodtan, hogy te hülye szponzor, vagy te hülye Vili, tudjátok, hogy nevesítsük, te hülye Vili, ezt nem jó, mert ezt nem értem. Ezt így írd le, és tedd oda, hogy figyelj ide, úgy, ahogy a például most csináljuk, és nagyon aranyosan az új munkatársakkal, hogy figyelj, ezt meg ezt nem értem pontosan, megnéztem már 5000-szer is a videót, valószínűleg elkerüli a figyelmet, de nem tudom megoldani, én megígérem neked, hogy arról megint egy videót csinálok. De nem fogom azt csinálni, hogy megosztom a képernyőt veled. Nem csinálom meg. Ha van időm, megcsinálom, de sokkal egyszerűbb, és majd Gyurit már tudná erről mesélni, hogy csinálok gyorsan egy oktató videót, olyan, mintha megosztanám a képernyőt, pontosan ugyanolyan, és én nagyon lájtosan, ilyen szájbarágosan, lehet, hogy már nevetni is fogtok, így viszem az egeret nagyon lassan, de figyelj ide, most ide kattintasz, meg ide, és mindig teszem fölfele az oktató oldalunkra. És személyre szabottan is tudok csinálni videókat, és be is teszem a közösbe, hogy lehet, hogy az az egy videó, hogy készíts mondjuk egy videót saját magadról, vagy egy bármi. Ha én ezt megcsinálom, beteszem a közösbe, lehet, hogy neked is kérdésed, meg a munkatársaidnak is lesz kérdése, és ezeket táraz be, akár a saját oldaladra be tudod tenni gyakran ismételt kérdések közé, mert azt mondja Dave, hogy ha te ezt a munkafolyamatot követed, akkor egy csomó dolgot meg fogsz úszni, az egyik az a megbolondulás, mert amikor még egy embered van, akkor még oké, gyere, megosszuk a képernyőt, a kis popót hol van, meg tudod, a David így szokta mondani, hogy meg is paskoljuk, azt mondja, de itt 1000 embernél már nem tud paskolgatni, hanem azt veszed észre, hogy így szippantjátok így az energiát. És nem a rendszer rossz, nem a GPS rossz, meg a kukoricafődnek sincs semmi baj, csak rossz helyen van, hanem hát megint itt van, hogy akkor megismertem magam, hogy akkor hogy van ez, akkor lehet, hogy én lassabb vagyok egy picit, nem baj. Akkor lassabban csinálom meg az egészet. És Judit, erről neked van egy, például neked van egy munkatársad, az Ede, azt hiszem most léped be, és
te pontosan szembesülsz azzal, hogy egy rosszabb kapcsolat, interkapcsolattal szinte lehetetlen egy asztalmegosztást megoldani, és akkor hogyan lehet ezt megoldani mégis? Adom a hangot, te hogy csinálod? Nagyon röviden annyi a válaszom, hogy nem lehet megoldani egyáltalán. Annál iszonyúbb dolog nincsen, mint amikor próbál az ember a munkatársával segíteni megosztással, és egyszerűen nem tölti be a dolgokat. Lassú, hogy kimész a konyhába, melegítesz egy kávét, bejössz, és még mindig tölti, és mindig tölti. Egyszerűen képtelenség. És pláne a külföldi kapcsolatokkal mindig probléma van. Nem tudom, nagyon sokan mondják, hogy nincs, de a szerbiai kapcsolatoknál én azt tapasztaltam, hogy nem csak ebben a rendszerben, hanem mindenhol, hogy Szerbiával nagyon rossz a kapcsolat. Úgyhogy nem lehet megoldani ezt a dolgot így ebben a formában, és kénytelen az ember ahhoz a módszerhez folyamodni, hogy igen, videók alapján dolgozik, és hogyha nagyon jók a videók, akkor ez sokkal egyszerűbb is. Mert hogyha nem érti az ember elsőre, mert ha megosztod a képernyőt, és úgy próbálsz segíteni a munkatársadnak, akkor persze navigálod, és mondod neki, hogy oda, igen, oda kattintsál, megcsinálja, de nem fogja megjegyezni. És akkor legközelebb megint meg fogja kérdezni, hogy bocs, de erre nem emlékszem, hogy is csináltuk ezt a múltkor, soha nincs vége. Viszont hogyha az oktató videókat jól használja valaki, és úgy, ahogy én az elején mondtam, hogy két felületet itt menj, és elsőre nem tudja, akkor mindig van lehetősége visszamenni, és még egyszer visszamenni, és még egyszer visszamenni, addig, amíg nem győződik, hogy ezt hogy kell csinálnia, és nagyon jók ezek a videók, főleg, hogy ilyen nagyon le vannak csupaszítva, és ilyen szájbarágos, ahogy mondtad. És itt azért szeretném megragadni az alkalmat, hogy nagyon szépen köszönjük neked, mert akármennyire is csináljuk mi a videókat, azért oktató videókat nem tudnánk csinálni, és mindenki nem tudja a saját embereinek, a saját csapatának ugyanezt lemásolni. Úgyhogy a tiédet szuper jól tudjuk használni, köszönettel. És azoknak alapján tényleg a teljesen kezdők is meg tudják csinálni a saját oldalukat. Köszi, Judit. Egy kérdésem lenne, hogy az 57 van, de egy picit ráhúzhatunk-e, van egy pici időtök. Mi mondani fogjuk, hogy el kell menned, akkor menj csak. Most benne vagyunk a sűrűjébe, és én egyre többet akarok adni, hogy itt a 2016-ot úgy tudjuk elkezdeni, hogy ott fütyüljön minden. Tehát itt ilyen képzés nem nagyon látok sehol. Oké, akkor megyünk tovább. Judit, bírod még fönt? Mert egy nagy segítség nekem. Jó. A következő a dolog. Tehát mindig visszamegyünk önmegfigyelést. És ahogy te az a saját oldalad ugye készen van, elkezded az első blog bejegyzésedet és a posztolást, hogy hogy megy ez ki ugye az internetre, ezt nagyon gyorsan meg tudod tanulni. Most egy pici kontrasztot nézzünk. Hogyha te offline dolgozol, írjatok már ide, aki esetleg szokott már még offline is dolgozni, tudjátok, szállodai bemutató, lakás, stb. Kimész az emberek közé. Hogyha te becsatlakozol egy, mondjuk most vegyük le az internetet, becsatlakozol a saját cégedbe, ugyan-hogyan van, elmész egy rendezvényre, ottan ugye elmondják, hogy ugye a termékek, stb. Van egy termékrész, meg van egy üzleti rész, és az egész folyamatnak a működtetéséről is vannak különböző ilyen belső tréningek. Ugye ismerősek ezek, tehát nem ismeretlen dolgot mondok. Na most, ha ezt nem veszik föl videóra, képzeld el, lehet, hogy te jegyzetelsz. De volt-e már olyan köztetek, aki úgy de jó lett volna, ez föl lett volna vívni. De tudjátok, egy ilyen rendezvény. Rengetegen elmondták a történetet. Rengetegen megosztották a tapasztalatot, a pénzügyi dolgokat, hogy hogyan, tudjátok, a csínyát, bínyát az egésznek. Tehát voltatok már ilyen képzésen biztos, és biztos volt olyan, hogy basszus, ez jó lett volna. Hiába írod le, sőt, ha nem írtad le, mert lusta volt a jegyzeten, akkor az úgy pukfugy elment az éterbe. Most vizualizálja. A blogon ott minden megmarad. Tehát, hogyha te elmentél offline dolgozni, vidd már az okoskatelefonodat, azt vedd már föl, meg csinálj már olyan dokumentációkat, amit át tudsz ültetni az internetre. Mondok egy példát. Ugye nemrégen voltunk egy Kairos rendezvénye, ahol egy szuper televíziós kamerával fölvették. Kim van az interneten, bele lehetett is tenni a blogba. De
van egy nagyon érdekes videóanyag, amit én csináltam, ezt pedig úgy csináltam meg, mintha kukkolnánk. Tudjátok, így benn vagyunk a szín. Most ezen dolgozok egyébként, hogy kicsit humorosan, szkeptikus fejjel fogom az alámondásokat megcsinálni. Berman nagyon fog már nézni, mert ő is rajta van a videón sokszor. És a mi szemszögünkből mutatjuk be a Kairos például. Hogy ott ültünk a közönségbe. Egy kis kezdőként így néztünk ki a fejünkből Lacival, és ott voltak a nagyok, akik elmondták, hogy ennyit meg ennyit keresnek. És akkor ott egymásra néztünk a Lacival, és akkor Laci, megcsináljuk, ugye? De tudod, ez a, amikor benn vagy a filmben, tudod, ez a három dimenzió. És nem sokára készen van, és ezt kitesszük a blogba. Szerintetek, tényleg egy egyes, vagy igen, vagy nemet írjatok, hogy melyik lesz érdekesebb? Természetesen a jó minőségű hifi, akármi HD-ba nagyon jó átadják a Kairos lehetőségét, de amikor bent vagy, egy nagy kopasz ember ott ül előtted, és akkor alig félsz ki a kamerával, és közben oda nézek a Bergmanra, figyelj, látod, és akkor mint hogyha lopnánk az információt is, ugye megcsináljuk, Laci. Tehát erről szólt a dolog. Melyik az érdekesebb? Mert ez is egy érdekes technika. Laci, ha már felhozta, nem örülök, hogy működik az interneted. Csak annyit már, ugye most kicsit hallgattad, hogy miről beszélünk, hogy van egy létjogosultsága szerinted annak, hogy interneten nyomjuk ezt a dolgot, vagy csak az offline, aztán sehogyan máshogyan nem, és ez az egyik kérdés, a másik meg, hogy hogy érezted magad azon a bizonyos konferencián? Hát sziasztok, jó reggel, biztos lehet hallani. Egyébként az interneten meg jónak kéne lenni, nem tudom, mi a fele van. Látszik, hogy mégis valami gond van. Most jó. Hát persze, hát én az online értékesítésben hiszek, természetesen ugye keverve a kettőt, amiről szó volt, hogy azért nagyon szívesen, személyesen is meginnám néhány emberrel a kávét, de ezt csak azután akarom és tudom megtenni, vagy pontosabban tudom és akarom megtenni, miután azt az embert én az interneten, akár a konferenciateremen keresztül megismertem. Na ugye a korábbi MLM-es oldalon, hogy mindenkivel személyesen találkozni kell, és Vili, te is mondtad, hogy nem egyszer elmentél Romániába, és akkor amikor utaztál 4-5 órát, megmutattad neki a terméket, és azt mondja, köszönöm szépen, majd gondolkodni fogok rajta, és akkor az ember, hogy ledöbbent, és azt mondta, hogy úristen, hát hülye vagyok én. Meg a másik, hogy ezt azért sokkal lassabban, sokkal gyorsabban is lehetne építeni, hát hogyan ezzel a módon, hogy mi ugye beszéltük. Sok minden eszembe jutott egyébként, amiről beszéltetek, és az élet más területén is ez így van. Tehát eleve az, hogy én, ha valamit akarok, akkor arra ráteszem magam, és csinálom, és belemegyek a mélyébe, belemegyek a közepébe, most csinálok egy gépet, ugye? Én ilyen is vagyok, és valahol az agyam 10%-a gép körül jár, mert tudom, hogy ma is például mit akarok tenni rajta, és tudom, hogy ez működni fog, és ugyanígy, ha én ráteszem az agyamat, a gondolatomat, az energiámat a kalatúra, és ugye magamra, az egész tennivalóra, akkor ez működni fog. Lakom itt Nyíregyházán, és a garázssor mögött van egy érdekes út, ahol korábban elég sok gyerek próbálkozott biciklizni. És ez jutott eszembe, és azért mondom el, mert ez egy életszerű példa. És a gyerek egyszerűen félt felülni a biciklire, mert azt mondta, hogy úristen, felülök és elesek. És én kidolgoztam egy olyan módszert, hogy én szinte minden gyereket megtanítottam biciklizni. És ezen fogod, de majd a Bergman Laci bácsi megtanít biciklizni. Hát hogyan? Fogtam egy botot, betettem a biciklinek a hátuljába, és a gyerek felült, mert... Nem tudom, én fagytam le, vagy mindenki lefagyott, eltűnt. Laci lefagyott, aha. Hirtelen megijedtem, hogy mi van. Folytatom a sztorit, oké? Okay. Tehát a lényeg, hogy bedug Laci egy ilyen seprűnyelet a biciklibe, és akkor így tanítja az embereket biciklizni, közben kiment a Laci. Na, itt vagyok. Ja, oké. Okay. Akkor följön. Na, hát mondom, mert nagyon én... És ugye mi is adjuk a seprűnyelet, adjuk a kis erőnket, persze
én nem tudok felülni a biciklire, mert nem én akarok megtanulni biciklizni, én már tudok, hanem ugye itt is ez a helyzet, tehát Vilének már nem kell megtanulni a kalapot, ő már tudja, hanem nekünk kell megtanulni, tehát a söprőnyelet tartottam, és annyit mondtam neki, tudod, mit kacsázzál. És azt, hogy mennyire kacsázik, és mit tekeri a kormányt, arra neki kellett rájönni. És higgyétek el, hogy minden gyerek megtanul biciklizni. Miért tanult meg? Azért, mert akarta. Na, és itt is az, adjuk meg a kezdő lökéseket. Adjuk meg azt, hogy bízunk a másba, bízunk a szponzorónalba, bízunk a munkatársainkba. Én akarom, hogy ezt igenis megfogom és meg akarom tanulni, és a dolog akkor működni fog. Na, másik a budapesti Kairosz. Azért 400 lelkes ember, az egy óriási erő, 29-én vagy 30-án lesz egy 1000 fős rendezvény, az egy még nagyobb erő. Tehát ennyi ember nem tévedhet. Persze, tudom, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk már régenesen és néznek bennünket, ha rossz indulatú lenne, akkor várja, hogy mikor fog a Kairosz tönkre menni. Persze, ha én elmondanám, ez alatt a 2 hónap alatt a 35 000 forintos befektetésed már majdnem visszajönne, vagy legalábbis a nagy része már visszajött volna, akkor a kérdésem, hogy mire várunk. Ugye itt mi olyan szépen játékosan építjük ezt az egészet, és ez egy érdekes dominó. Ugye Vili, te is írtad, hogyha belépteted ezt a ausztrál csajt, akkor én tudom, hogy mennyi jutalékot kapok. Ha én megkaptam a jutalékot, én felfogom a fiamat tolni szilverre, és ha a fiamat feltöltem szilverre, akkor az egyik kedves munkatársam kap 90 dollárt, abban a pillanatban neki meg lesz a havi 100 000 forintja, ami tulajdonképpen azt mondom, hogy egy óriási. Na most ez az, amiről beszélek. Hogy mi tudjuk úgy segíteni egymást, hogy egyszerűen csak csináljuk a saját dolgunkat, és közben tanulunk. Hogy éreztem magam azon a Kairoszon marha jól. Nagyon-nagyon jól. Éreztem azt, hogy ez a sok ember, aki itt van, ez valóban azért akarja, de azt is éreztem, hogy ez a sok ember, ez tulajdonképpen lehet, hogy nem is tudja azt, hogy ezt hogyan akarja megvalósítani. És az boldogított engem be piszkosul, hogy Vili, amit beszéltünk, mi meg tudjuk, hogy hogyan akarjuk ezt megvalósítani. És ugye az, hogy egy pár fiatal srác felállt, hogy az apuka megvet neki, mit tudom én, 3-4-5 pozíciót, és akkor azt mondta, hogy én már maestro vagyok, vagy mi vagyok asszisztant, engem piszkosul nem érdekel. Engem a dolog az érdekelt, hogy én tudom, hogy mit akarok csinálni, tudom, hogy mi mit akarom csinálni, mi ezt az egész rendszert, ezt hálózatba akarjuk megépíteni. Na és itt van a mi óriási erőnk, hogy tudjuk, hogy mit akarom csinálni. Köszönöm szépen. Köszi, Laci, hogy itt vagy. Igazán megtisztelő, Laci, hogy részt veszel, és köszönöm neked, hogy becsatlakoztattál, és elmondtad nekem a Kairosz lehetőségét. Nagyon-nagyon sokat segítettél vele. Köszönöm szépen. Ne felejtsd el megköszönni. Ne felejtsd el megköszönni a mentorodnak a segítséget, az, hogy egyáltalán megmutatta neked bármilyen network marketingben is vagy. Ugye, nézem az időt, nagyon-nagyon fontos, és megint visszatérnek az önfejlesztéshez. Az egész arról szól, hidd el, hogy te hogyan tudod önmagadat, az önmagadból a gyémántot kitermelni úgy, hogy segítségül hívod a network marketingben lévő termékeidet, szolgáltatásokat. Tehát hangsúlyozom, nem azok a fő dolgok, hanem hogy te mivé válsz, míg ezt az egészet csinálod. És visszatérve a weboldalakra, akkor, hogyha te csináltatsz egy weboldalt egy informatikussal, ő is meccsel neked gyönyörűen, de próbálj belemenni egy WordPress oldalba úgy, hogy ott nem tudod, hogy mit kell csinálni, és nem adnak hozzá, jó, az internetről letöltetsz egy pár dolgot, de nem hiszem, hogy te azért jöttél ide, hogy weboldalakat úgy építs, mint egy informatikus. Te az életre lehelés, és maga az, hogy esetleg a dizájnt át tudod alakítani, ameddig te tanulod ezt az egészet, amellett pénzt is keresel. És most tényleg őszintén válaszoljatok, hogy szerintetek izgalmas dolog-e az, hogy fejlesztem önmagamat, egyébként is kellene egyébként, tehát nem úszhatod meg, közben a megérzéseimet, a felismeréseimet ledokumentálom napi szinten, ami alapján velem tudnak azonosulni és hozzám fognak tudni csatlakozni. Szerintetek ennek van-e értelme, vagy hát majd lesz valahogy alapon, kipróbálom a rendszert. Hangsúlyozom, ha azért vagy itt, hogy hát most kipróbálom egy hónapot, ne csináld. Ez egy utazás. Ez egy olyan utazás, amivel kapsz
egy szuper Lamborghini, ahol beleülsz, és mi óvatosan megmutatjuk, hogy hogy nyomjad a gázpedált. Néha átfestheted a Lamborghini-t, abban nincs gond. De először így keres pénzt, keresd vissza a Lamborghini árát például. És ezt megmutatjuk, hogy hogyan kell csinálni. Úgyhogy, hát ezt holnap folytatjuk még, ugye, mi van most? Holnap már 31-e van? Iha. Akkor majd nézzük. Nálam ugye teljesen mindegy, milyen nap van, én minden nap dolgozom, illetve játszom, mondaná Judit barátnőnk. Menj vissza oda, hogy érdemes neked úgy pénzt keresni, hogy közben ön megismerést, önfejlesztést csinálsz, és megmutatod magad a világnak. Ezen gondolkozzatok el. Mert ez a tulajdonképpen hogyan, ami engem mindig érdekelt, hogy a hiányérzetem. Mert hiába vagyok én motivált. A leggyorsabban a barátaid fogják letörni a szalvazat. Nézd meg, ha nem hiszed el, próbáld ki. A leggyorsabban lehet, hogy az az ember, akit nagyon szeretsz, az, hogy neked tiszta hülye vagy. Tudod, a ló ellenző. Így menjél. Itt van, hogy mit tudsz kapni, hogyha bejössz ide hozzánk. Megkapod magát a rendszert. Mi tényleg fölépítjük neked. De kérlek. Ne az legyen az első. Átszínezheted. De ne az legyen az első, hogy totálisan átrendezed a menüket, meg mindent, mert akkor bele tudsz kavarodni. Sorry. Hanem azt csináld, amit mondunk neked, lépésről lépésre. Tanuld meg, hogyan kell egy blogot csinálni, hogyan kell egy képet. Ez ott van az oktató videóban. Ez az első. Utána, hogy hogyan tedd ki az internetre, hogy meg is találjanak. Ehhez is adunk segítséget, külön mi is csinálunk, én is csináltam több olyan fanpage oldalt, tehát nem akarsz csinálni, mert még nem vagy azon a szinten, hogy csinálj fanpage oldalt. Szólj nekem, én megteszlek adminnak is, már teheted is be oda a blogodat is. Elkezdjük megosztogatni. Tehát itt ugye tegnap azt hiszem, beszélte be, hogy kellene stratégia, ami alapján majd így vírus marketinget csinál. És akkor megkérdezem tőletek, hogy nem mondtam már el a stratégiát? Ott a weboldal, a fanpage oldal. Ha nincs, akkor csináltuk. Oda beteszed a saját rálátásodat az üzletről. Mi ott vagyunk, és szépen megosztjuk. Miért tudja ezt csinálni a Kassa Szabi? Miért tudja ezt csinálni a Billy Bo Carpi? Miért tudja ezt csinálni a Brigi, a Szűcs Judit? Tudjátok, azért, mert ők akarják. És itt megint visszamegyek a személyiségfejlesztéset. Nézd meg magadba, te miért nem tettél még ki az oldalunkra? Te miért nem írtál esetleg egy olyan blogot, hogy te miért, mindig kérdezed magadat. És akkor jönnek azok, hát azért, mert féltem. Azért, mert közben főznöm kellett. Meg de mindenféle kifogás van. De akkor én kérdezem meg, miért nem vagy sikeres? A GPS rossz? Mi vagyunk a rosszak? Az a hülye Kalato levonta az irodából a pénzt, hogy ki a hibás? El kell gondolkozni. Úgyhogy itt van átírja. Tegnap követtem ezt a stratégiát is. Egy nap alatt 12 feliratkozó volt a hírlevelem. Tessék. Erről beszélek. Ez nem kötelező. Tehát ez most ne gondoljátok, hogy ez a munkamódszer kötelező. Szerinted a David Woody így fölhív engem, hogy figyelj már, hát akkor csinálj már egy stratégiát. Nem. Itt van a stratégia, azt mondja. Videókat elkészített. A David Sharp soha nem hívott föl még. Nem tudom, titeket fölhívott-e már. Én nekem kell akarni jobban. Tehát nem a szponzortól működik a dolog. Mert a szponzor azt csinálja, és hidd el, a te szponzorod az akkor is meg fogja csinálni, hogyha te azt mondod, hogy nem. Mert mindig kereső fázisban van, és mindig a legfontosabb, és ezzel zárom a mai tréninget, adj értéket magadnak. Nézd meg az én Facebook oldalamnak a képét. Nézd meg ezt a képet, hogy mi van ott. Egy nagy ilyen mutató új mutat rád, hogy mi a legnagyobb érték, amit adhatsz az embereknek. Nem a Kairos, nem a Herbalife, meg nem a Janet, hanem azokkal eléred azt, kineveled a gyémántot magadból, és ezt odaadod. Ezt odaadod, ingyen odaadod. És majd ő akarja. De ő neki kell akarni, nem neked. Úgyhogy hozlak, Laci, drága, adom. Hát igen, ilyenkor már belemelegedünk a beszélgetésbe. Adom. Várjál!
Várjál, itt a hang egy kicsit késik. Most jó. Üzletébe, hogy beleszúrt, és hogy van. Most jó? Most jó, Vili? Na, tehát annyira jó volt az egész, mert tulajdonképpen ez a dolognak a lényege. Beleszúrni egy picit a komának a szívébe, odavágni a falhoz verni, vegye észre magát, és ezt mi nem rossz indulatból tesszük. Mi ezt azért tesszük, hogy tényleg az emberek vegyék észre magukat, és még egy gondolat, ami eszembe jutott, hogy az, hogy amikor a Laci bácsi megtanította a gyerekeket ott biciklizni, akkor el is terjedt, hogy a Laci bácsi meg tudja tanítani. És a Laci bácsinak neve lett, hogy ő a bicikli tanító, na most ugyanerről szól a történet. Mi is, amikor vagy együtt megtanítunk valakiket, ez el fog terjedni, és azt mondom, hogy ez egy küldetés, ez egy zseniális munka, és ez nem csak munka, hanem sokkal több. Ennyit szerettem volna végén. Ez nagyon jó végszó volt, úgyhogy hát ennyi lett volna a mai reggeli tréning. Egyébként januárra terveztem ezeket, de úgy gondoltam, hogy most kell megragadni, mert mindenki mit csinál? Ellazítja magát. Tegnap a Skype azért volt majdnem, hogy összeomlott, mert annyian voltak fönt. Én tegnap is regisztráltam, tegnap előtt is regisztráltam, azelőtt is regisztráltam. Tudjátok, hogy miért? Mert én el akarom ezt csinálni. És én így akarok hiteles lenni, hogy én ezt megmutatom. Természetesen, és tényleg ez a végszó, hogy kaptam egy nagyon aranyos levelet reggel, hogy azt mondja, nem lehet mindenki olimpiai sportoló, mert nem lehet. Én meg azt mondom, hogy viszont olimpiai sportolói aggyal gondolkozhatsz. És akkor max leszel egy világbajnok. De hogyha te egy ilyen csirkének gondolod magadat, aki kapirgál a kis zén, Szűcsőit szokta ezt a hasonlatot mondani, akkor max a másik csirkével fogsz találkozni. De soha nem fogsz fönt szállni. Sokkal, mint ahogy a Judit mondja. Úgyhogy én azt kell nektek, hogy olimpiai sportoló fejjel gondolkozzatok, és max világbajnok lesz belőletek. Sziasztok, az erő legyen veletek, és figyeljetek a holnapi chat falat. Ha lesz, ha nem. Nézzétek az üzenetet, és akkor jövünk. Sziasztok, az erő legyen veletek.